Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmingrész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Jutalmak, igazgatási szünet és régi új igazgató, döntöttek a bonyhádi képviselők. Zajlik az aratás, a kukorica 80% felett, a napraforgó betakarítása pedig már befejeződött. Séta a merrák megelőzéséért, mammográfiás emlőszűrésre hívták fel a figyelmet Szekszárdon. Pályaválasztási roadshow, a Tolna vármegyei szakképzési centrum iskolái kerülnek bemutatásra. Megtartotta soros ülését a bonyhádi képviselőtestület, többek között döntöttek az igazgatási szünetről, a köztisztviselők évvégi jutalmának összegéről, valamint a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ igazgatójának személyéről. 6 millió forint. Ennyi pénz áll rendelkezésre a bonyhádi köztisztviselők évvégi jutalmazására. Erre pótelőirányzatot kell biztosítani a képviselőtestületnek, hiszen az év elején olyan bizonytalan volt még a költségvetés tárgyalásakor a rendelkezésre álló keret, hogy az évvégi jutalom nem került be a költségvetésbe, így most szükséges annak a biztosítása. A két ünnep között zárva lesz a polgármesteri hivatal. Erről is döntött a képviselőtestület. Erre egy júniusban megjelent jogszabály ad felhatalmazást a képviselőtestületeknek. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a két ünnep között, tehát december 27-től január 1-ig igazgatási szünetet rendel el a közös önkormányzati hivatalban. Régi új igazgatója lesz a Vörös Marti Mihály Művelődési Központnak. A képviselők újabb 3 évre szavaztak bizalmat Juhász Józsának. Új az első közös otthon megvételekor felhasználható otthonteremtési támogatást indít a családoknak a kormány CSOK Plusz néven, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Csák János a kormányinfon hangsúlyozta, a kabinet célja továbbra is az, hogy minden kívánt gyermek mielőbb megszülethessen. A kamat támogatott hitelkonstrukció az 5000 lakosúnál nagyobb településeken vehető igénybe. Egy gyermek után 15 millió, kettő esetében 30 millió, 3 gyermek esetében 50 millió forint hitel igényelhető, 3%-os kamattal, közölte a politikus. A termelői együttműködések adhatnak választ a mezőgazdaság problémáira, jelentette ki az agrárminiszter. Nagy István azt mondta, a megoldást megtaláltuk nem tankönyvekben, hanem a valóságban. A termelői együttműködésben, integrációban védelmet, biztonságot, jövedelmezőséget, versenyképességet lehet találni. A víziszárnyas, illetve a sertéstenyésztés vagy a gyümölcstermesztés nehézségeit említve a miniszter úgy fogalmazott, épp itt az ideje, hogy az ágazatok megtanulják és lekövessék azt a példát, hogy integrációban, termelői együttműködésben uralható a piac és érhető el a kívánt nyereség. Ez biztosítja a magyar mezőgazdaság 21. századi létét, az élelmiszer önrendelkezésünket, a vidék megmaradását, a helyi gazdaság erősödését, hangsúlyozta a politikus. A napraforgó betakarítása már befejeződött, a kukorica pedig 80% felett áll Tolna vármegyében. Utóbbi munkálatokat azonban lényegesen hátráltatja, hogy számos terménytárolónál helyhiány lépett fel. Ezért a gazdák minél gyorsabban és alacsonyabb áron adják el a terményt. Folyamatosan zajlanak az őszi aratási munkálatok Tolna vármegyében, a nemrég lehullott 17, néhol 30 mm-es csapadék egy-két napra szüneteltette a betakarítást, mondta el vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke. A napraforgó aratását az befejezték Tolna vármegyében, 40 ezer hektáron arattak most napraforgót a gazdák, jó terméseredményt tudhatunk magunkévá, 3,5 tonna per hektáros lett a vármegyei termés átlag. Az olajsavtartalom is jól alakult, 44-48% között, de több gazdálkodó volt, aki bonifikáció nélkül fix áron értékesítette a napraforgót.
A kukorica betakarítása mintegy 80%-on áll. Az előző évekhez képest több eső esett a tenyész időszak során, így szépen alakult a termés. A nedvességtartalom is alacsony, nagyjából 14-15%, aminek köszönhetően alacsony szárítási költség terheli a Tolna vármegyei termelőket. A piaci helyzet az a mezőgazdaság szempontjából most nagyon kiszámíthatatlan. Gondolok én itt a magas input anyagárakra, az alacsony terményárakra, és az ukrán háborúból kifolyó egyéb piaci körülményekre. A jelenlegi nehéz helyzetet az a tavalyi évben beáramlott nagy mennyiségű ukrán gabona okozza, felvásárlási problémákat és tárolási problémákat okoz jelenleg is. Hozzátette, hogy számos terménytárolónál probléma a helyhiány, ez lényegesen hátráltatja a kukorica betakarítását is. A helyzetet úgy próbálják megoldani a gazdák, hogy minél gyorsabban és alacsonyabb áron adják el a terményt, a bizonytalan kilátások pedig sok esetben gátolják az őszi kalászosok vetését. A legfőbb kérdés az, hogy ilyen piaci viszonyok mellett vajon mit lesz érdemes megtermelnie a gazdáknak, mondja az elnök. A halottak napja előtt többnyire a mécsesek gyertyák gyújtásából eredő, a temetőkben vagy lakásokban keletkező tüzek megelőzésére figyelmeztet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Emlékeztetnek arra, hogy az elmúlt évben 98 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén. A legtöbbször a temető növényzete és a száraz avar kapott lángra. Bár sok esetben csak néhány négyzetméteren pusztítottak a lángok, volt, ahol a temető melletti területre is átterjedtek. Arra is felhívták a figyelmet, hogy sokan otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak, ami lakástűzhöz is vezethet. Tavaly október vége és november eleje között 13 temetőben keletkezett tűz, ugyanebben az időszakban 12 lakóépületben csaptak fel a lángok kegyeleti gyertyák és mécsesek miatt. Séta a merrák megelőzéséért névvel szervezett programot a Tolna vármegyei kormányhivatal Szekszárdon. Az akcióval a szűrővizsgálatok fontosságára hívták fel a figyelmet. A merrák megelőzése érdekében tartottak felvonulást Szekszárdon. A résztvevők a Garai téről a Béla Király térre mentek a vármegyeházához. Hazánkban a szív- és érrendszeri problémákat követően a daganatos megbetegedések okozzák a legtöbb halálozást. Ezek közül a mellrák az egyik leggyakoribb, mondta dr. Pátri Eszter, vármegyei tiszti főorvos. Évente több mint 8000 új betegséget tartunk nyilván, és több mint 2000 halálesetet. Ezért is nagyon fontos felhívni a figyelmet erre a megbetegedésre, de még inkább arra, hogy megelőzhető a betegségnek a kialakulása, ugyanis Magyarországon szervezett szűrővizsgálat keretében minden 45-től 65 éves hölgy két évente ingyenesen részt vehet mammográfiás röntgenvizsgálaton, emlőszűrővizsgálaton. Az eseményen felvonultak civilek és a Szelíd Ráktérítő Klub is. A rendezvény fontos célt szolgált, mondta Baj Erzsébet, a szervezet vezetője. Feladatunk az, hogy összefogjuk az ilyen hasonló sorsú hölgyeket, előadásokat, kirándulásokat szervezünk, és az országos szervezet működési szabályzata szerint működünk. A vármegyeházán egészségügyi állapotfelmérő és információs standok várták a résztvevőket. A kormányhivatal a jövőben is tervez hasonló alkalmakat, mondta dr. Horváth Kálmán, főispán. Folyamatosan a szűrésekre, nem csak a emlőrák elleni védekezésre, hanem egyéb rákos megbetegedésekre is felhívjuk a figyelmet, illetve törekszünk arra, és több alkalom van arra, hogy szűrővizsgálatokon vehessenek részt a részben a kollégák is, hogy ez minél többen vegyék igénybe, hiszen ezek ingyenesek. A sétában több százan vettek részt. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal október 27-én immár negyedik alkalommal rendezi meg az ország legnagyobb energiaipari eseményét, az erőművek éjszakáját. Az országos programon csaknem 70 érdekes helyszínre lehet majd bejutni. Az érdeklődők betekinthetnek az erőművekben és a fűtőművekben zajló munka kulisszatitkaiba, megismerhetik a bonyolult energiatermelő berendezések működését, megtudhatják, hogy a megtermelt villamos és hőenergia hogyan jut el a felhasználókhoz, és azt is, hogy miként takarékoskodhatnak az energiával.
Ezen az estén a Paksi Atomerőmű tájékoztató és látogató központjába is be lehet majd térni. Az Atomenergetikai Múzeumban délután 3 és 7 óra között várjuk a látogatókat óránként tárlatvezetéssel, illetve ki lehet majd próbálni azokat az interaktív aktivitásainkat, amelyek a tudósainkhoz kapcsolódnak, illetve az atomerőmű működéséhez, de VR szemüvegben is körül lehet majd nézni, tehát azt gondolom, hogy érdemes lesz hozzánk látogatni. Ezen felül még csináld magad kísérlet sarokkal is készülünk, ahol pedig a fizikai kísérletek kapják majd a főszerepet. Idén újdonságként pályaválasztási roadshow-t tartanak a vármegyek különböző városaiban. Itt lehetőségük van az érdeklődőknek kérdezni az iskolai oktatóktól, az adott ágazatról, szakmáról, illetve interaktív foglalkozásokon próbálhatják ki magukat a résztvevők. Idén újdonságként pályaválasztási roadshow keretében mutatkoznak be a centrumokhoz tartozó iskolák. A centrum mind a 8 iskolája 6 helyszínen bemutatkozik. Mi Tamásiban a második állomást képezzük. Tegnap előtt kezdődött ez a roadshow Dombováron. Tulajdonképpen azért van jelentősége, mert helyszínre megy a pályaválasztás. Nem a diákoknak kell a hagyományos nyílt napokon az iskolákat meglátogatnia, hanem mi vonulunk ki egy intézményi helyszínen, és próbáljuk interaktív játékos feladatokkal a szakképzés világát bemutatni. Érdekes, interaktív szakma bemutatókkal és sok hasznos információval szolgál a rendezvény, amit már most nagy érdeklődés övezett. Az én osztályomban is például vannak sokan, akik még nem tudják, hogy hová szeretnének tovább menni, és ez a jövőre fontos döntés, hogy mégis megélhetésileg itt Magyarországon, vagy hogy igazából mit szeret, és szerintem ez nagyon jó, kínál minden lehetőséget, amit csak lehet. Érdemes ellátogatni ezekre az eseményekre, mert sok információt adnak a szakképzésről, segíthetik eldönteni, milyen irányban folytassa tanulmányait a pályaválasztó. Hát igazából itt csak tapasztalatot tudnak szerezni, mit fognak nagyjából tanulni, ez alapján el tudják dönteni, hogy melyik iskolába szeretnének menni, vagy melyik szakmára. A hagyományos nyílt napok pedig továbbra is lehetőséget jelentenek arra, hogy a látogatók tájékozódjanak a szakképzésről, bepillantást nyerjenek egy-egy iskola mindennapjaiba. Regionális híreink következnek. Október 25-e az 56-os budapesti sortűz napja, sajtótájékoztatót tartott a pécsi jobboldal. Veszélyes üzem az internet, információbiztonsági konferenciát tartottak. Több esethez is vonultak a tűzoltók, a katasztrófavédelem hétvégi összefoglalója. Október 25-e az 56-os budapesti sortűz napja. A pécsi baloldal nem relativizálhatja 56 hőseinek emlékét kapcsán sajtótájékoztatót tartott a pécsi Fidesz-KDNP ÖPE frakciószövetség képviseletében Mateovics László önkormányzati képviselő. A több száz halálos áldozatot követelő budapesti Kossuth-téri sortűz évfordulóján október 25-én kötelesség emlékeztetni arra, hogy a baloldal országszerte igyekszik elhallgatni, relativizálni vagy negatív színben feltüntetni 1956 hőseinek emlékét, mondta Mateovics László jobboldali önkormányzati képviselő. Ez a negatív emlékezetpolitika már 1956 novemberében elkezdődött, és sajnos napjainkban is tart, hiszen kellemetlen történelmi tény számukra az, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséért, majd a későbbi véres megtorlásokért a kommunista párt és annak szellemi utódai a felelősek. Szomorúan tapasztaljuk, hogy míg Péter Fiatilla egyik kezével szabadságdíjat osztogat 1956 hőseinek, addig másik kezével mentőövet és segítséget nyújt azoknak az embereknek, azoknak a baloldali szereplőknek, akik szavaikkal és tetteikkel sárba tiporják 56 eszméit. A jobboldal nem érti, miért adhattak több millió forintos megbízást a baloldali városvezető Péterfi Attila közbejárására önkormányzati cégek, annak a Martin Zoltán ügyvédnek, aki egy korábban elhíresült videójában az Ávót éltette énekével. Ez minden emberi jogot megsért, hangsúlyozta Mateovics László a Fidesz-KDNP ÖPE frakció képviseletében. És éppen ezért felszólítjuk Péterfi Attilát és az egész baloldali városvezetést, hogy kérjenek elnézést azoktól a családoktól, akiket 56-ban vagy a kommunizmus alatt meghurcoltak, és szólítsák föl Martin Zoltánt, hogy fizesse vissza azokat a közpénzmilliókat, melyet a városkasszából kifizettek számára.
Milyen veszélyeket rejt magában a mesterséges intelligencia térnyerése, mire kell figyelnünk adataink megosztásakor az interneten, mit higgyünk el a világhálón ránk zúduló információ rengetegből? Ezekre a kérdésekre is keresték a választ a Pécsi Egyetem műszaki és informatikai karán, ahol információbiztonsági konferenciát tartottak. Veszélyes üzem az internet, ezt tudomásul kell vennie mindenkinek, mondja az Információbiztonság aktuális kihívásai címmel rendezett konferencia egyik szervezője. Olá István szerint akár már a születés előtt lehet valakinek digitális identitása, ha nem figyelünk a személyes adataink megosztására. Valaki kiteszi az internetre azt a 4D-s, 3D-s kis képecskét, hogy a trónok is ilyen szempontból úton van, az a gyerek megszületett a kibertérben, abban a másodpercben garantáltan az e-robot el fogja robni az identitását, azt fel fogják használni, nem tudjuk soha, hogy ezt kik és hova fogják elrakni, csak ezt nem tudjuk, hogy ez így van. Tehát egy nagyon-nagyon veszélyes az internet, és egyet kell mindenkitől kérni, hogy higgadtan, okosan, és inkább megfontoltan közlekedjen rajta. A szakember szerint ne higgyünk el semmit azonnal, ha találkozunk vele a világhálón. Mindig legyen kétkedés a felhasználókban. De kételkedés forráskritikának hívjuk szépen tudományosan, kell megtanulni, hogy bármit tapasztalok, információ, hír, bármi jön velem szembe, mindig tegyék fel az emberek azt a kérdést, hogy biztos, hogy ez egy jó szándékú információ, biztos, hogy arról szól, amiről írják, biztos, hogy valódi információ, az nagyon-nagyon nehéz egyébként, mert a mai világban pont az egyik nagy probléma, hogy a cunami az jön mindenkivel szembe, tehát ha akarjuk, ha nem is kattintunk, akkor is jönnek az e-mailnek, jönni fognak a weboldal tartalmak, és ebben mindig úgy végig gondolni, hogy mi az, ami engem ír, mint impulzus, mint ember, ebben hogyan lehet védekezni, ez borzasztóan nehéz. A kiberbiztonsági konferenciát minden évben megszervezik a Pécsi Egyetem informatikai karán, mondja az oktató, a konferencia másik szervezője. Minden évben az Európai Unióban az október az a kiberbiztonságnak a hónapja, és ezt így Pécsen is komolyan gondoljuk, és itt szervezünk egy nagy konferenciát, az Információbiztonság aktuális kihívásai címmel. Itt főleg arra fókuszálunk, hogy milyen új kihívások vannak ezen a területen. A mesterséges intelligenciának a térhódítása, ez teljesen átalakítja ezt a területét az informatikának. A mesterséges intelligencia például olyan videókat tud generálni, amikor ismert emberekkel mondat el olyan szövegeket, amiket valójában nem mondtak. De más területen is figyelni kell a hamis információkra. Ezt kell tudatosítani a felhasználókban. Valójában a felhasználóknak a biztonság tudatosságának a növelése az, ami fontos cél lenne. És ennek a konferenciának is részben ez a célja. A fiatalokat célozzuk meg, őket várjuk elsősorban, és reméljük, hogy a biztonság tudatosságuk a nap végére magasabb szinten lesz, mint előtte volt. Az egynapos konferenciát a HTE Információbiztonsági Szakosztálya, a Pécsi Egyetem Műszaki és Informatikai Kara, valamint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság szervezte. A hosszú hétvégén 11 tűzeset és 18 műszaki mentés kapcsán avatkoztak be a Baranya vármegyei tűzoltó egységek. Egy rosszul létről is beszámolt a Baranya vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Ez esetben menteni kellett az érintett szemét. Az elmúlt hosszú hétvégén két jelentősebb baleset történt Pécsen. A Maka István úton egy személyautó és egy motor ütközött pénteken. Itt a pécsi hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket, illetve áramtalanították azokat, valamint az üzemanyagfolyást szüntették meg. A műszaki mentés félpályás útlezárás mellett zajlott. Szintén Pécsen, szombaton egy személyautó az oldalára borult, ebben ketten utaztak. Az egyik utas önerejéből mászott ki az autóból, a másikukat viszont a pécsi hivatásos tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. Az autó stabilizálását követően feszítővágó segítségével szabadították ki az utast, majd átadták őt a mentőszolgálat munkatársainak. Tűzeset is történt autóbaleset során a múlt pénteken. Teljesen szétégett a gépjármű, a tűzoltók eloltották a lángokat. Péntek délután Mánfa külterületén a 66-os számú főúton egy személyautó gyulladt ki. A komlói hivatásos tűzoltók kiérkezésekor már teljes terjedelmében lángolt az autó. Az egység két oldalról előbb körülhatárolta, majd eloltotta a lángokat.
Hegyszentmárton külterületén egy furgon gyulladt ki. A sofőr miután érzékelte a füstöt, félreállt az autójával, és lecsatolta a vontatmányát, így arra a tűz nem terjedt át. A siklós hivatásos tűzoltók kiérkezésekor azonban a furgon már teljes terjedelmében lángolt. Az egység eloltotta a lángokat. Rosszul léthez is riasztották a hivatásos és az önkéntes tűzoltókat Baranya vármegyében hétfőn. Hétfő délután a villányi hivatásos és önkéntes tűzoltók segítségét kérték, miután egy férfi rosszul lett a szársomjon. A mentősök a helyszínen stabilizálták az állapotát, majd bort segítségével a mentési ponthoz vitték, innen pedig a Nagyharsányi Szoborparknál lévő mentőautóhoz a villányi önkéntes tűzoltók kovadjával vitték le. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit, még egyszer röviden. Jutalmak, igazgatási szünet és régi új igazgató, döntöttek a bonyhádi képviselők. Zajlik az aratás, a kukorica 80% felett, a napraforgó betakarítása pedig már befejeződött. Séta a merrák megelőzéséért, mammográfiás emlőszűrésre hívták fel a figyelmet Szekszárdon. Pályaválasztási roadshow, a Tolna vármegyei szakképzési centrum iskolái kerülnek bemutatásra. Pénteken újabb ciklon és annak kiadós csapadéka okoz barátságtalan időjárást. A késő délutáni órákig borús, esős, szeles, hűvös időre lehet készülni. Este országszerte csökken a csapadék hajlam, éjjel erős marad a szél. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!